Az elmúlt időszakban hazánk külföldi lejáratása mellett a gyermekvédelmi népszavazás megfúrásában is részt vett az Amnesty International Magyarország, amelynek vezetője az a Víg Dávid, akinek a testvérét adócsalás elkövetésének gyanúja miatt tartóztatták le az adónyomozók. A gender ideológiát elutasító, a kiskorú gyermekek védelmét szorgalmazó referendum elleni kampányra ráadásul Víg Dávidék több mint 140 millió forintot kaptak különböző külföldi, illetve hazai állt civil szervezetektől. Erről kérdezi ma esti első vendégét Kiss Gábor István. Jó estét kívánok mindenkinek! Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most ez a bizonyos gyermekvédelmi népszavazás környékén az Amnesty International, amilyen pozíciót elfoglalt, az ugye egy elég karakán kormányellenes álláspont volt, ahogy vissza tudunk rá emlékezni. Azért az nagyon ritka, hogy egyenesen egy érvénytelen szavazásra buzdítsanak valakit egy kampányban. Gyakorlatilag ők beálltak a baloldal mögé, ugyanazt képviselték, mint a baloldal, és egyébként a finanszírozóik is lényegében ugyanazok voltak, mint akik a baloldalt finanszírozták az országgyűlési kampány idején, hiszen itt egy országgyűlési kampánnyal egy időben futó ugye kampányról van szó, ők erre 140 millió forintot kaptak külföldi forrásból. Tehát gyakorlatilag az egyik lába volt ez a civilnek mondott, álcivil lába volt az Amnesty International annak a kampánynak, ami 2022-ben, illetve 2021 végén folyt Magyarországon. Ők ebben ezt a szerepet kapták, hogy a népszavazást igyekezzenek megfúrni, illeszkedve a külföldi elvárásokhoz, az amerikai baloldalhoz köthető elvárásokhoz, hiszen ugyanezt csinálta a baloldal is. Ennek a kampánynak volt egy alkampánya, amit gyakorlatilag az Amnesty megvalósított. Ha még mindig visszakanyarodunk ehhez a népszavazási kampányhoz, és benne az Amnesty International szerepéhez, a 140 millió forint nem kevés. Valóban nem kevés, főleg, hogyha nagy egészében látjuk a dolgot. Tehát itt ugye emlékszünk arra is, hogy az Action for Democracy azt mondta, hogy illetve az első, amikor fölúcsúttak abból, hogy Márki-Zay Péter elkotyintotta, hogy hát itt tulajdonképpen mi történt, akkor ez a szervezet elmondta, hogy ők tulajdonképpen részint pontosan ugyan erre adták a pénzt, tehát annak a 4 milliárdos összegnek egy részét, hogy fúrják meg a magyar gyermekvédelmi népszavazást, amelyen egyébként ennek ellenére akkora egységben mozdult meg az ország, amit még korábban nem láttunk. És jóval nagyobb volt az akkora kérdés mögött felsorakozott együtt gondolkodó tömeg, mint ahányan a politikai alapon szavaztak volna erre, ugye? Tehát, hogy itt ha érdemes ezt visszaidéznünk, ugye, mert nem tegnap volt, de azért érdemes ezt felidézni, hogy akkor jóval többen szavaztak egyfelé a gyermekvédelmi népszavazás kérdésében, mint ahányan politikai pártot választottak maguknak. Gyakorlatilag 3,6-3,7 millió választópolgár mozdult és szavazott egy irányban. A gyermekek védelme érdekében érdekes, hogy éppen ezt az ügyet próbálta ez a szervezet és az egész baloldal is megfúrni. Valóban ez egy akkora tömeg, ami túlmutat nem csak a magyar nemzeti oldal, tehát a kormány oldalnak a támogatottságán, hanem hogyha hozzáadjuk még a mi hazánk szavazatait, azon is túlnyúlik, tehát hogy még csak nem is egy jobb oldali ügyről van szó, hanem oldalakon átívelő ügyről. Hát most, hogyha belegondolunk, akkor józan ésszel ki az, aki ne szeretné, hogy a gyermekei védve legyenek, illetve ki az, aki ne szeretné, hogy ő maga dönthesse el, hogy a gyermekét miként nevelik például szexuális kérdésekben, és ki az, aki azt akarja, hogy csak úgy kiszervezzük ezeket a nevelési aktusokat valaki másnak, adott esetben különböző gender ideológiai, gender lobbit képviselő szervezeteknek. Ugye a napilapban, és most már visszakanyarodunk napjainkhoz, azt olvassuk a Magyar Nemzetben, hogy a szervezet igazgatójának testvérét költségvetési csalás gyanújával hallgatták ki, egy számlagyárat működtethetett. Mire utal ön szerint ez a történet? Alapvetően kettő jelenséget szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik az, hogy ezek az emberek azt hiszik, hogy azt csinálnak, amit akarnak. És ez egyébként igaz erre az egész finanszírozási ügyre is. Tehát úgy tűnik, mintha ők azt gondolnák, hogy ott van mögöttük a nagy Góliát, ők a kis törpe, és akkor mennek a Dávidként küzdő magyar jobboldallal szemben, majd a nagy Góliát úgyis agyoncsapja ezt a kis Dávidot. Nem ez történt. Ugye Dávid egy párszor fejbe parítja ezt a bizonyos nemzetközi góliátot.
Tehát egyrészt van ez a kicsi arcátlan hozzáállás, másrészt úgy érzik, hogy a céljaik azok szentesítik az eszközeiket. És ez is többször kitapintható egyébként a baloldali szereplőknek az attitűdjéből. Ők bármit megtehetnek, ők külföldi finanszírozást is igénybe vehetnek, ha kell, akkor a törvények megkerülésével. Sőt, ugye a parlamenti vitában, a szuverenitásvédelmi törvény vitájában azt is kifejezték a baloldaliak, hogy ők tulajdonképpen most megfélemlítve érzik magukat. Itt ugye felmerül a kérdés, hogy csak nem valami vaj van a fülük mögött, illetőleg azt is elmondták, hogy hát ők, ugye Szabó Timmel fejezte ki azt, hogy hát ők nem fognak ettől megijedni, ők ugyanezt próbálják majd folytatni. Tehát ez a fajta arcátlan hozzáállás, ez azt gondolom, hogy tapasztalható úgy nagy általánosságban. Tehát, hogy az önkifejezését használjam, ez az arcátlanság húzódik meg a mögött, hogyha valaki ugye számlagyárat, vagy el nem végzett munkáért állít ki valamilyen számlát, hát annak csak egyetlen célja lehet, hogy az illető valahogy tisztára mosson összegeket. Ugye ez a helyzet. Így van, és ők úgy gondolják, hogy ezt megtehetik, mert ott állnak mögöttük ezek a nagy szereplők. Ugyanez az attitűd volt megfigyelhető egyébként a magát efebofilnak nevező a kedélyeket az évelején borzoló tanár segédügyében, aki azt mondta, hogy hát itt vannak mögöttem a soros szervezetek, hát én azt csinálok, amit akarok, és egyébként nem az ő gondolkodásával van baj, hanem mindenki máséval. De hát egyébként meg névleg ezek a szervezetek ugye a jogtisztaság, az egyenlőségért, az egyenlő elbírálásért küzdenek. Hát most itt azért kiderült, hogy itt a saját házuk táján láthatók ezzel a legnagyobb problémák. Lehúlt a leppel. Ugye ezek a lózungok, ezeket mondják magukról, hogy ők itt a korrupció ellen küzdenek, és valóban a jogszerű magatartásért, de valójában ami egészen egyértelmű, hogy bizonyos nemzetközi szervezetek és aktorok érdekében küzdenek, Magyarország érdekeivel szemben sok esetben, hiszen láthattuk, hogy, és egyébként a magyar emberek akaratával szemben, tehát erre kiváló példa az, hogy a gyermekvédelmi népszavazásban egyfajta ilyen kerékkötő szerepet vállalt az Amnesty. Miért éri meg ezeknek a nagy nemzetközi aktoroknak, Soros Györgynek a hálózatának, a hozzá kötődő hasonló szereplőknek ilyen vehemenciával fellépni mondjuk Magyarországon? Tőnekik megvannak a céljaik. Megvan a saját céljuk Magyarországgal is, ahogy Európában minden országgal, és sok esetben nagyon sikeresek, hiszen látjuk azt, hogy Európa a saját érdekeivel ellentétes módon tüzel egy háborút, aminek az egész léte gyakorlatilag rossz Európának. Szankciókat hoz Európa és Brüsszel javaslatra, a szankciókat vezet be, miközben ezek a szankciók mint egy kis kalapács működnek, és apró darabokra törik azt a gazdasági modellt, amire Európa, az európai jólét épült hosszú évtizedeken keresztül. És közben pedig látjuk, hogy vannak, akik jól járnak, hiszen a tengeren túli baloldal úgy tűnik, hogy tudja érvényesíteni az érdekeit. Hát ugye amerikai LNG érkezik Európába igen nagy mértékben, jelentős ráfizetéssel Európa számára, miközben ugye az orosz vezetékek pedig elvágásra kerültek, így vagy úgy. Köszönöm az elemzést, Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. Köszönöm. Köszönöm szépen.